Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A már megszokott hagyományos célterületek és termékek mellett számos új ellenőrzési szemponttal bővül az idei nyári élelmiszerlánc valamennyi ágára kiterjedő ellenőrzés. Ez a vizsgálat július 1-én kezdődött és augusztus 20-áig tart. Vendégem Szibert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. No, tehát ahogy elkezdtem, egyértelmű, hogy júliusban, a nyaralási időszakban, ezen a csodálatos nyáron is nagyon sok dolga lesz egyrészt a önmunkatársainak, másrészt a NÉBIK-nek nem különben, hiszen ezt a NÉBIK koordinálja, és a vizsgálatokat viszont a kormányhivatalok és a NÉBIK szakemberei együtt végzik. Mire számíthatunk idén, hiszen itt számos új ellenőrzési szempontról is beszél a közlemény? Mint minden évben, a hatóságunknak három olyan kiemelt időszaka van, amikor ilyen kiemelt ellenőrzéseket végez. A húsvéti és a karácsonyi után most a nyári időszakhoz kapcsolódó célellenőrzések jönnek. Ahogy várható is volt, július 1-ével az élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár elrendelte az ellenőrzéseket, és egészen a nyár végéig, augusztus 20-áig tartanak ezek az ellenőrzések. A célterületek a megszokottak, azt mondhatom, hogy a megszokottak, azok a rendezvények, amelyek ilyenkor nagy tömegeket mozgatnak, és több élelmiszerforgalmazó vendéglátó kitelepül, illetve a strandok, amelyek ugye ilyenkor szezonálisan nyitva tartó vendéglátóhelyekkel vannak telítve, illetve azok a nyári táborok, ahol ilyenkor nagyon sok gyermek megfordul, ott mi is ellenőrzéseket fogunk végezni. De természetesen az utcai vendéglátásról sem feledkezünk meg, illetve azokról a fagylaltozókról, amelyek ilyenkor nagyon sok élelmiszert forgalmaznak. Ezek, hogy úgy mondjam, az állati eredetű élelmiszert forgalmazó helyek, de természetesen a szezonális gyümölcsöt, zöldséget forgalmazó helyeket is ellenőrzéseket fogunk végezni. Javaslom, hogy menjünk sorba, hiszen a hagyományos célterületek azok természetesen tudjuk. Tehát a nagy tömegeket megmozgató rendezvények Székesfehérváron és a Velencei tó partján, ugye számos ilyen rendezvény van, hiszen kezdődik a királyi napok, és nem különben a Velencei tó partján is nagyon sok ilyen találkozó van, fesztivál, vásár. Ilyenkor mire figyel a szakember? Melyek azok az elsődleges termékek, amelyeket mi vásárlók és fogyasztók is jó, ha odafigyelünk rá? Kicsit előbbről kezdeném, mert egy-egy ilyen fesztiválnak a rendezőjének kötelessége bejelenteni hatóságunk felé, hogy ő fesztivált fog rendezni, és kik azok a vendéglátó egységek, akik a élelmiszerkiszolgálást fogják végezni. Tehát nekünk az ellenőrzés már itt megindul, ugyanis le tudjuk ellenőrizni, hogy van-e egyáltalán engedélyük, kitelepülésre engedélyük ezeknek az egységeknek. Utána az úgynevezett számunkra nulladik napon, amikor a vendéglátó egységek megjelennek a területen, akkor lehetőleg tartunk egy úgynevezett bejárást, amikor még nem folyik élelmiszerforgalmazás, hanem egy ilyen lapot osztunk ki, amelyen ott vannak azok a minimális feltételek, amelyeket később az élelmiszerforgalmazás megkezdésével mi ellenőrizni fogunk. Ugyanis a hatóságunknak nem a bírságolás a célja, hanem az, hogy a fogyasztóhoz a lehető legbiztonságosabb élelmiszer juthasson el, és a lehető legjobb legyen a kiszolgálás. Tehát ezek preventív intézkedéseket, és ezt úgy képzeljük el, hogy a Városház téren, a főutcán, ha Székesfehérvárt vesszük, a koronázó, tehát az Országzászló térig valamennyi kicsi bódé, nagy bódé megkapja ezt a lehetőséget, hogy aztán a későbbiekben olyat árusítson, és úgy, hogy az tessék mindenkinek. A vásároknál az ugye egy kicsit más, hiszen itt most nem az élelmiszerekre gondolok, hanem az egyéb vásároknál. Ott mit vizsgálnak? Hát ugye hatóságunknak az élelmiszerekkel, illetve az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyakkal
végezhetünk ellenőrzéseket, tehát azokat ellenőrizhetjük, tehát ilyenkor gondolni kell akár a kerámiák ellenőrzésére is, amelyeknél kioldódást vizsgálunk, tehát hogyha például egy kerámia tárgyba belekerül egy élelmiszer, egy folyékony élelmiszer, az nehogy kioldódást, nehogy kioldja azokat a festékanyagokat, amelyek mérgezőek lehetnek. Tehát ilyen vizsgálatokat is végezhetünk. Ifjúság és gyermektáborok, illetve közétkeztét, és én azt gondolom, hogy ez kiemelten fontos. A szülő számára megnyugvás, ha egy jó táborba elküldheti a gyerkőcöt, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezek a táborok biztonságosak legyenek, élelmiszerbiztonsági szempontból is. Tudni kell, hogy a táborozáshoz külön engedély kell, tehát a táboroztató engedélyt kér, és a mi hatóságunk ott kapcsolódik be ezekbe az engedélyezési eljárásokba, amikor ott ételkészítés, illetve kiszolgálás történik, mert ilyenkor úgynevezett külön engedélyt kell kérnie a táboroztatást végzőnek hatóságunktól, tehát megint van egy preventív része, amikor megvizsgáljuk, hogy azok az egységek, berendezés megfelelőek lesznek-e a későbbi ételkészítésre, illetve az étel kiszolgálására, és amikor megkezdődik a táborozás, akkor pedig különböző kötelessége van természetesen a magának a forgalmazónak is, tehát például ételmintát kell elraknia, ez majd egy utólagos vizsgálatnál lesz érdekes, hogyha valamilyen hányásos hasmenéses megbetegedés alakul ki a gyerekek vagy a táborozók között, akkor mi legalább 3 napra visszamenőleg meg tudjuk vizsgálni azokat az élelmiszereket, amelyeket fogyasztottak. De természetesen számos más kötelezettsége van a táboroztatónak vagy az élelmiszerforgalmazónak, ő csak megfelelően ellenőrzött helyről vásárolhatja az alapanyagot. Az ételkészítésnél csak olyan személyek végezhetnek ételkészítést, akik egészségügyi kiskönyvvel rendelkeznek, és betartják azokat a higiéniai szabályokat, amelyek nekik elő vannak írva. Ugye nagyon jó a nyárban az is többek között, hogy ott megvárhatjuk, míg kisül a hús, a bármi egyébként előkészített, frissen pácolt hús nagyon-nagyon finom tud lenni, viszont erre is kell ügyelnünk, hogy korán sem mindegy, egyrészt, hogy honnét származik, és itt bejön az a régi szlogán, hogy a szántóföldtől helyesebben az oltól az asztalig. Tehát ezt le kell papírozni, méghozzá hivatalosan és hitelesnek kell maradni. Ezt is ellenőrzik ki? Természetesen mindig van egy-egy ellenőrzésnél úgynevezett nyomonkövetési ellenőrzés. Ilyenkor a nyersanyagoknak az eredetét vizsgáljuk, és hogyha olyan nyersanyagot találunk, amelynek az eredete nem bizonyított, akkor annak a forgalmazását illetve ha nem tudja bizonyítani az élelmiszer forgalmazója vagy előállítója, hogy honnan származott az a nyersanyag, akkor pedig elrendeljük a megsemmisítését. Tehát igen, nagyon fontos az eredet, nagyon fontos az, hogy milyen konyhatechnológiai módszerekkel készítik elő azokat a pácolt, fűszerezett húsokat. Ugye már eleve is megvásárolhatunk olyan úgynevezett előkészített húsokat, amelyeket már csak sütni kell, de vannak olyan egységek, ahol ezt az előkészítést önmaguk végzik, tehát akkor a fűszereknek, illetve egyéb adalékanyagoknak is ellenőrzött helyről kell származnia, és be kell tartani azokat a hűtési láncokat, amelyeket mint jogszabály, mint a szakma előír, mert csak akkor lesz biztonságos az élelmiszer, de többek között a nyári célellenőrzés egyik fontos kiemelt területe a fűszerezett húsok forgalmazása, a fűszerezett előkészített húsok forgalmazása, és ilyen helyekről mintát is fogunk venni, és vizsgáljuk annak a mikrobiológiai állapotát. Itt csak közbevetem, hogy többek között az önök munkájának is köszönhetően a figyelemfelhívó eszközökkel élnek, és köszönhetően a Székesfehérváron, illetve az elmúlt időszakban a környező településeken, tehát mondhatjuk a Velencei tót, egyre kevesebb az olyan szabálysértés, amit ugye szankcionálni kell. Igen, évről évre szerencsére csökken ennek a száma. Ez nagyban köszönhető az élelmiszervállalkozók jogszabályokhoz igazodó munkájának, illetve annak, tehát hogy olyan tudatban vannak, hogy ők biztonságos élelmiszerrel akarják ellátni
a fogyasztókat, és hát örülök, hogyha ön is úgy látja, hogy hatóságunknak is van ebben szerepe, és itt nagyon fontos a figyelemfelhívás, illetve az oktatás, mert gyakorta találkozunk olyannal, hogy valakinek nem ez a tanult szakmája, és mégis az élelmiszer előállításban, forgalmazásban helyezkedik el. Jogszabály is kötelezi az ilyen embereket egy-egy előzetes oktatás elvégzésére, de néha szükség van egy működés közbeni úgynevezett extra oktatás elrendelésére is. Hát határozottan úgy gondolom, hogy a célellenőrzés nem veheti egyetlen egy áru sem zaklatásnak, hiszen az ő érdekét és a fogyasztó-vásárló érdekét szolgálja. No, jön a fagylalt, ugye a nyár slágere mindenképpen, és pontosan ezért a legtöbb probléma az elmúlt időszakban is. Hát azt nem mondom, hogy a legtöbb, mert nem ismerem pontosan a számokat, de általában a fagylaltal van. Hogy lehet a fagylaltárusokat ellenőrizni? Hát történelmileg van annak hagyománya, hogy ugye a vaníliafagylalt és a szalmonella fertőzés az néha egymás mellett mozgott jó néhány évtizeddel ezelőtt, amikor én még nem is dolgoztam ebben az ágazatban. Most már a fagylalt előállítása, illetve a nyersanyagok már annyira biztonságosak, hogyha valamilyen hiba miatt, vagy akár szándékosságból nem kerül bele a baktérium, akkor nagy valószínűséggel ilyen fajta ételmérgezés vagy ételfertőzés remélhetőleg nem alakul ki. Természetesen ellenőrizzük a fagylaltozókat. Vannak olyan fagylaltozók, ugye, amelyek már a kész fagylaltot kapják, és csak az árusítást végzik. Ilyenkor egyrészt végzünk egy nyomonkövetési ellenőrzést, hogy honnan is származik az a fagylalt, hol készítették, és hogy a kiszolgálásnak a higiéniai minimuma teljesítve van-e. Ilyenkor oda kell figyelni arra, hogy a kiürülő tégelyekre nem szabad rátölteni az újabb fagylaltot, hanem a tégelyeket cserélni kell. Oda kell figyelni olyan dolgokra is, hogy szalvétával kell az ostját kiszolgálni. Ugye az ostja is élelmiszer, tehát arra is ugyanúgy oda kell figyelni. Emellett előírások vannak a fagylalt adagoló kanálnak a folyamatos mosására, ezt vagy egy átfolyó mosóval oldják meg a fagylaltozók, vagy külön lapát van minden egyes különböző fajtájú fagylaltba. Tehát az a lényeg, hogy a higiéniára nagyon oda kell figyelni, és vannak olyan szakmai szabályok, amire mi fogyasztók is odafigyelhetünk, hogyha valaki nem tartja be, ott probléma lehet. Tehát nem szabad azért a tűző napnak kitenni ezeket a hűtőgépeket, mert nem fogják bírni azt a fajta nagy munkát, tehát nem fogják megfelelően hűteni a terméket, ezért a fagylalt forgalmazójának árnyékolásról kell gondoskodnia, emellett pedig a cseppfertőzésektől is óvnia kell a fagylaltot, tehát ezért van az a plexi üveg előtte, hogy a fogyasztó nehogy befertőzze azt a terméket valamikor, illetve gyakorta hátulról is zárt szokott lenni ez a fagylaltpult, ez egyrészt a hűtést könnyíti meg, kisebb lesz az energiaszámla is, illetve a hűtő is jobban fog tudni dolgozni, illetve hátulról is védi a bogaraktól és a cseppfertőzéstől. No, menjünk tovább, mert hogy hála Istennek mondom én, már nem csak a fagylalt sláger nyáron, hanem a gyümölcs is. A gyümölcs viszont megint veszélyes ilyen értelemben, tehát ezt is kiemelten kell, hogy ellenőrizzék. A gyümölcs, illetve a friss zöldség. Természetesen az ilyenkor szokásos szezonális zöldségeket, gyümölcsöket is ellenőrizzük, sőt ezeknek a forgalmazóit is kiemelten, tehát az őstermelők is ellenőrzésre fognak kerülni, hogy egyáltalán rendelkeznek-e olyan termelői háttérrel, amely növényeket vagy zöldségeket, gyümölcsöket ők árusítanak. Ezért szinte lehetetlen, hogy valaki őstermelőként banánt forgalmazzon. De természetesen a viccet félretéve a dinnyét is például ellenőriznünk kell. Ugye ilyenkor ez egy szezonális gyümölcs, és gyakorta tapasztalható az, hogy visszaélnek a forgalmazók
azzal a lehetőséggel, hogy ők, mint őstermelők próbálják forgalmazni. Mondjuk árusokra gondolok. Igen, ők közöttük szoktunk azért olyannal találkozni, hogy nem a saját termékét árusítja. Nos, Zsigor Róbert államtitkár úr azt mondja, azt írja, hogy új ellenőrzési szempontokkal bővül. Melyek lesznek ezek? Hát igazából azok az új ellenőrzések, amelyeket a NÉBIH munkatársai vagy saját jogon, vagy a kormányhivatalokkal együtt fognak elvégezni. Így például a halsütödék, halárusítók is ellenőrzés alá fognak kerülni, tehát azok a halak, amelyek ott feldolgozásra kerülnek, azoknak az eredete is igazolt kell, hogy legyen, nem elég csak megfelelően elkészíteni, hanem ahogy más élelmiszer esetében a nyomonkövetésre is komolyan oda kell figyelni, és ilyenkor egy-egy ilyen a láncszemléletben gondolkozva elmennek egészen addig a halastóig, ahonnan ezek a halak származnak, de emellett még ellenőrzés alá fognak kerülni, ahogy már mondtam, az őstermelők, ugye ez is egy új elem, és ellenőrzés alá fognak kerülni még akár a fuvarozók, illetve a fával, erdővel foglalkozók is, amelyet a NÉBIH kiemelt munkatársai végeznek. Igen, hiszen most is szezonja van a favágásnak, így tehát van. Nem az utolsó pillanatban, a jobbak legalábbis nem az utolsó pillanatban vágnak fát. Milyen nyára számít? A tavalyi tükrében ugye azt már megállapítottuk, hogy évről évre kevesebb a szabálysértés. Ugye ezt most pénzben ne fejezzük ki, de arányaiban bizonyosan így van. Én mindig reménykedem, hogy jó nyár lesz. Egyrészt, hogyha megfelelő lesz az időjárás, akkor ez nagyon kedvezni fog a vendéglátóegységet üzemeltetőknek is, és ők remélem, hogy oda fognak figyelni mind a higiéniára, mind a biztonságra, de biztos vagyok benne, hogy idén is fogunk találkozni jogszabálysértésekkel. Az a lényeg, hogyha a fogyasztó találkozik valami olyan dologgal, ami szerinte nem megfelelő étellel szolgálják ki, akkor ezt egyből jelezze magának a kiszolgálónak, mert nem biztos, hogy szándékos, hogy ő ilyet tesz, de természetesen bejelentéssel élhet mind a járási hivatalok, mind a megyei kormányhivatal felé is, és a NÉBIH is üzemeltet egy zöld számot, ahol folyamatosan várják az ilyen bejelentéseket. Nos, sokkal kevesebb bejelentést kívánok, mint bármelyik más esztendőben. Szép nyarat önnek, köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, vendégem Szibert Gergely volt, akivel arról beszélgettünk, hogy július 1-én, augusztus 20-áig ebben az intervallumban megkezdődtek a nagy célellenőrzések kint a piacokon, a halsütödéknél, a tópartokon, mindenütt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót, viszontlátásra!